Vitát váltott ki és kérdéseket vetett fel a tettyeforrásházzal kapcsolatos közgyűlési döntés a Pécsi Városházán kedden. Az önkormányzat egyik cége megveszi a másikat, kívülről ezt hallhatta az érdeklődő. A gazdasági alpolgármester szerint 2030-ra energiafüggetlenné teszik a vízszolgáltatót, de közben a céget is finanszírozniuk kell, erről szólt az előterjesztés. Miképp lehet a fejlesztési időszakra a likviditási forrás biztosítani? Tehát ugye normál esetben nem tudsz egy beruházást azonnal betenni, és csak egy részét tud üzembe helyezni, ez lesz majd a napelempark bekötése, de még kb. 2 ekkora napelempark bekötésére van szükség. És amik ezek megépülnek, és ugye forrás oldalon addig finanszírozni kell a tettyét, ezért a Vízház Kft-t megveszi tőle a vagyonhasznosító saját forrásból, és erről döntött erről a szerződésről a közgyűlés. A baloldali többség megszavazta ezt az erőterjesztést, kérdés, hogy a hátralévő években is tudja finanszírozni a tettyeforráshez működését az önkormányzat. Rúzsa Csaba szerint igen. Most kapott 3 milliárdot a társaság a vezetékrendszer rekonstrukciójára. Az alpolgármester szerint további pénzek érkeznek még erre. Mi azt gondoljuk, hogy a 21-27-es időszakban még további 5-7 milliárdnyi forrás reményeink szerint elérhető lesz ahhoz, hogy még további vezetékeket újítsanak föl. Ugye azt szokták mondani a kollégák, hogy olyan 2035-2040-ig 20 milliárdot kéne elkölteni. Ha mostani 3 milliárd mellett még 5-7 milliárdot meg tudunk nyerni mondjuk 28-ig, és mellé rakjuk az 1-1 milliárd forintokat, amit évet a város be tud tenni, akkor nagyjából ezt jelenti, hogy olyan 2030-2040-re el tudja érni a város a felújítás jelentős részét. Közben pedig az energiafüggetlenséget is. A Fidesz frakció vezetője szerint a helyzet ennél bizonytalanabb. Ez a könyverési trükk semmi másról nem szól, mint arról, hogy a városvezetés még egy évig életbe tartsa a tettyeforráshez ZRT-t, azon az áron, hogy 1,1 milliárd forintot saját forrást kénytelen pluszban rákölteni, de 2024-ben egészen biztosan el fog jönni az igazság pillanata, fenntarthatatlan a jelenlegi energiaárak mellett a tettyeforráshez ZRT. A frakcióvezető azt mondja, nem érti, milyen jövőről beszélnek, miközben évekig nem tudták megoldani, hogy az elkészült naperőmű működjön és a vízszolgáltató szivattyúinak, átemelőinek termeljen áramot. Most persze másokat hibáztatnak, mondja Csizmadia Péter. A pécsiek ivóvízellátáshoz való joga és annak a biztosítása, az most valóban nem játék, a szómágiával megoldani nem lehet, hanem el kellett volna végezni azt a munkát, amivel gyakorlatilag sokkal könnyebb helyzetben lenne a tettye. És akkor még egy mondat erejéig, az a szerződés, amit most aláíratnak a tettye vezetőjével, az, ezt jogászként, ügyvédként mondom, hogy nagyon-nagyon komoly aggályokat vet fel. Ugyanis a tettye már most lemond a tulajdonjogáról, holott a vételárat a vagyonhasznosítótól majd csak valamikor jövő év végén fogja megkapni. Vagyis semmi biztosíték nincs arra, hogy ez a pénz valóban megérkezik a vízszolgáltatóhoz. 1,1 milliárdot kellene fizetnie a vagyonhasznosítónak, pedig a tavalyi eredménye csak 320 millió forint volt. Ezért most fel kell túrniuk mindent, hogy pénzt találjanak. Ez pedig nem felelős gazdálkodás, csak elodázzák a problémát, mondja a Városi Fidesz frakció vezetője.